Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Március 15-én nemzeti ünnepünkön számos székesfehérvári kapott megérdemelt elismerést, magasrendű, magasrangú kitüntetéseket. Ma megkezdjük a kitüntetettek bemutatását, hiszen fontos nekünk egyfajta visszajelzés, hogy Székesfehérváron milyen nagyszerű szakemberek élnek. Elsőként köszöntöm dr. Lukács László néprajzkutatót, muzeológust. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Jó estét kívánok. Aki a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét vehette át, a polgári tagozatot, Áder János köztársasági elnök a következőket írta. Dr. Lukács László néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum nyugalmazott főmúzeológusa, a Kodolányi János Főiskola volt egyetemi tanára részére, a néprajztudomány és a múzeológia területén elért eredményei, valamint a magyar népi kultúra európai megismertetését szolgáló tudományos kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozott. Kelt 2018. Budapesten március hó második napján Áder János köztársasági elnök. Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálok minden székesfehérvári nevében, Laci bácsi. Köszönöm szépen. Közben időközben természetesen láttuk a kitüntetést is. Nos, én még ehhez hozzátenném, amit az egyik születésnapodra egy nagyszerű barátod, Liszka József írt. Ő így fogalmazta meg. Lukács László a néprajzot nemzeti tudománynak tekinti, s egy igazi profi szakértelmével egyszer mind elfogódott szeretettel, mondhatni szenvedéllyel műveli. És miközben otthon érzi magát a mezőföldön, vagy az Alsógaram mentén, ugyanolyan magabiztossággal tájékozódik Bécsben, Münchenben, vagy a lüneburgi pusztán. Itthonról Európára tekint, külföldről haza. Európából köszöntjük a magyarországi Európérért sok szeretettel. Azt hiszem, hogy ebben nagyon sok minden bent volt. Laci bácsi, mielőtt beszélgetnénk az etnológiáról, a Közép-Európa néprajzáról, a népi építészekről, a tanyákról, a szőlőkultúrákról, először egy kicsit beszéljünk arról, hogy miként fogadtad ezt az elismerést. Hiszen ez függetlenül attól, hogy Fejér megye díszpolgára vagy, és számtalan egyéb elismerés birtokosa, azért ez mégis kiemelkedő, azt hiszem, a pályafutásodban. Hát ugye a kitüntetéseket, azokat az ember úgy nem várja, vagy nem követelheti, pláne nem kérheti, nem számíthat rá. Én ugye hála Istennek számtalan, főleg szakmai és helyi, úgy értem, hogy Fejér megyei, vagy Székesfehérvári, vagy éppen zámoi kitüntetést kaptam, és számos szakmai kitüntetést is kaptam. Néprajzi Társaságtól, a Magyar Tudományos Akadémiától. A nagy kitüntetés volt tulajdonképpen a Herder ösztöndíj és a Humboldt ösztöndíj is, amiket ugye Németországból kaptam meg. De állami kitüntetést most kaptam először. Hát ennek több oka is van. Én ugye azzal magyarázom, hogy lehet, hogy rá se szolgáltam még korábban. Másrészt pedig ugye hát a feleségem volt a főnököm, mint múzeum igazgató, és ugye ő nem terjesztette fel a férjét, így hát nem kaptam állami kitüntetést, de most is jókor jött ez, tehát nagyon örültem neki, és hát ugye örömmel nyugtázom, hogy a magyar állam is elismerte a néprajzi munkámat, és ez nagyon jó érzés. Nagyon fontos ez a néprajzi munka. A tudományos életpályád íve az egyetemi tanulmányoktól az egyetemi tanári székfoglalóig egy nagyon széles spektrumot takar. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg röviden összefoglalni. Amikor én nézegettem az életrajzodat, mind feltűnt, hogy milyen rendszerességgel és mennyire tág az a kör, amelyben te otthon vagy. Hiszen itt beszélgettünk annyi, hogy népi építészet, tanyák, szőlőkultúra, népszokások, történeti mondák, céhes ipartörténet, az iparosok hagyományai, táj- és népkutatás a Kárpát-medencében. Azt hiszem, hogy ez olyan széles spektrum, ami díszére válik a magyar néprajzkutatóknak, mind a hányan vannak. Kezdjük talán az első olyan kötettel, amit mi ismerhetünk talán jobban, ez a húsvéti korbácsolás.
Hát a húsvéti korbácsolás az első olyan tanulmányom, amiben hát már kitekintettem a helyi lokális, vagy a egy kicsit bővebb regionális, mondjuk Fejér megyei, vagy a dunántúli kereteken már ugye a szokásnak a nyomába eredtem, arra, ahol el van terjedve. Így a felvidék nyugati részét bejártam ez ügyben, sőt Ausztriában is kutattam a Morva mezőn, ahol elterjedt. Aztán a keleti német és a nyugati lengyel területeken is, majd Karéliában és Litvániában is, tehát a litvánoknál és a finneknél is. Szóval ez az első olyan, ami egy ilyen, mondjuk egy közép-európai területet felölel. Még egyetemista koromban egy még Magyarország földrajzából vizsgáztam, és volt egy pesti geográfusnak egy német nyelvű tanulmánya, annak az volt a cím, hogy Der Pleisztocén előszím Kárpátenbecken, a Pleisztocén korú lősz, ez a talaj, ez, hogy hogyan van elterjedve a Kárpát-medencében, akkor mondom, Istenem, hát mikor érem majd én el a néprajzból, hogy egy ilyen helyi kis lokális témátún esetleg az egész Kárpát-medencét felölelő témához eljussak, és fel tudjam dolgozni. Hát én ezzel a húsvéti korbácsolással ezt elértem. Az volt, hogy én elkezdtem itt kutatni Fejér megyében ezt, Pázmándon, Martonvásáron, Tordason, aztán Nagyvelegen, Bakoncsernyén, a szlovák eredetű községekben, és mint herder ösztöndíjas 1978-79-ben felfedeztem, hogy megvan a Morva mezőn, Csehországban, Morvaországban, és akkor részben összegyűjtöttem ott az irodalmát, részben felvettem a kapcsolatot különböző szlovákiai és csehországi, németországi kutatókkal, és megkaptam az irodalmát ennek a szokásnak, részben el is mentem, jártam a nyugat-szlovákiai részeken, jártam az ügyben Pozsonyban, kollégákkal konzultáltam, jártam Túró-Szentmártonban, a Szlovák Néprajzi Múzeumban, ott az egész szlovákiai anyagot megkaptam, és ugye a végén a kutatásom egész a karéliai finnekig elért, és megszületett a tanulmányom, ez megjelent magyarul az Etnográfiában, a Magyar Néprajzi Társaság folyóiratában, megjelent németül, az Alba régiában, a Fejérvári Múzeum évkönyvében, angolul megjelent Londonban, a Nemzetközi Folklore Revue-ben, és szlovákul megjelent a Magyarországi Szlovákok Néprajzi évkönyvében Budapesten. Tehát elég jó karriert futott be, több jelen is megjelent. És hát a kollégák is ugye ebből a tanulmányomból vették észre, hogy hát eljutottam erre a regionálison túl, tehát körülbelül ilyen európai vagy közép-európai szinten a kutatásokban, hogy tudok használni idegen nyelvű irodalmat, hogy el tudok menni, el tudok utazni bizonyos külföldi tájakra vagy intézményekbe, és ott tudok konzultálni. Tehát ezek után aztán hát már általában nagyon sok témában ezt így végigcsináltam. Igen, de ez abszolút tudatos volt, ugye? Hát tulajdonképpen tudatos volt, mert hát nagyjából ugyanezt csinálta a professzorom is, ugye Gunda Béla, akinek én megkaptam a Herder ösztöndíjat 78-79-ben, az ő Herder díjához kapcsolódott egy egyéves ösztöndíj, amivel egy 30 éven aluli tanítványa tanulhatott a Bécsi Egyetemen, és Gunda Béla engem jelölt ki a tanítványai közül. Hát ennélkül is ugye valamennyi tanítványa, ugye hát úgy dolgozott, ahogy a proftól megtanultuk, hát a prof is így dolgozott, mi is így próbáltuk, de nekem adatott meg, hogy hát én ebből a helyi, ugye helyi viszonyokból én kitörhettem, kikerülhettem Bécsbe nagyon fiatalon, akkor, amikor ez még nagyon nehéz volt, még egy hétre vagy egy hónapra is nehéz volt kijutni ugye nyugatra, én egy évig ott lettem és kapcsolatba kerülhettem a közép-európai kollégák, osztrákokkal, csehekkel, szlovákokkal, horvátokkal, németekkel, és ez ugye engem elindított egy ilyen közép-európai etnológiai pályán. Igen, hiszen ahogy nézzük, német nyelven számtalan tanulmányot köteted jelent meg. Azt hiszem, hogy ez adja magát a Herder ösztöndíjjal az ausztriai, tehát a bécsi müncheni találkozók. Viszont aztán volt, amikor hazajöttél, mert itt van már is nekünk, a Szép napunk támadt. Ez egy nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy egy fantasztikus összefoglaló mű a Fejér megyei népszokásokról. Hát ugye a Szép napunk támadt, az Kelencséri Józseffel együtt írtuk, és hát azt lehet mondani, hogy ez volt az első olyan
népszokás monográfia, ami egy nagyobb régió, jelen esetben egy megyének a népszokásait mutatja be. És hát az volt, hogy elindítottuk a múzeumban a Fejér megye néprajza sorozatot, és megjelent két kötet. Pesovár Ferenc kollégám írt az első kötet, volt a Fejér megyei népzene, amiben 182 népdalt közölt, és megjelent a Fejér megyei népi táncokról. És harmadiként megterveztük Gelencsér Józseffel a Fejér megyei népszokásokról a kötetet, és hála Istennek ezt 1991-re sikerült is megvalósítani. 15 évig kutattuk a népszokásokat Fejér megyében. Itt tényleg a 24. órában tudtuk ezeket összegyűjteni, ugyanis már csak a nagyon öreg generáció emlékezett vissza ezekre az eredeti ősi népszokásokra, és azt mondhatjuk, hogy majdnem mindent összegyűjtöttünk. Ha csak 10 évet késlekedünk, akkor mind már a sírbe ereszkedik ezekkel az idős adatközlőinkkel ez az egész anyag. Így viszont meg jelentettük. Nagy siker is volt, mert például nekem a habilitációs disszertációm ez volt, ezt a könyvet nyújtottam be az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre, és az egyetemi magántanári, azaz a doktor habil minősítési eljárásomnak ez volt a disszertáció. Ezt elfogadták, ugye egy az egybe. Nekem nem kellett külön egy disszertációt venni, ezt a könyvet elfogadták. Ez egyúttal is az elismerését is jelenti, ugye, hogy olyan szintűnek tartottak. Hogy nagyon fontos ez az új témára nyitott szakmai szemléletmód. És erről is olvastam, hogy amikor megjelent a könyvtrilógia, a Sárfőtől a Mezőföldig, a néprajzi látásmód az ezredfordulón, illetve a tárgyak, életformák, népszokások, akkor jószerivel mindenki kiemelte, hogy ez egy olyan összefoglaló mű, ami méltó arra, hogy egyrészt minden etnográfus etnológiával, népépítészettel, néprajzkutatással foglalkozó biblia legyen. Aztán helye közel így is történt. De ehhez kellett az a szemléletmód, ami jellemző volt addig is rád, és itt kiemelten is tetten érhető. Hát igen, hát azért a szúzás, hogy biblia, azért mondjuk hogy az evangélistákkal nem érek föl, ugye még akkor is, hogyha az egyiket Lukácsnak hívják. Még az egyiket Lukácsnak hívják, így. Szóval arról volt szó, hogy amellett, hogy mi a próftól ezt tanultuk, ezt a sokoldalúságot, és ugye ezt is mindenki érezte a saját bőrén, hogy egy néprajzos, vagy egy földrajzos, ugye, akkor van igazából birtokában magas szinten a szakmájának, hogyha minél nagyobb területről, és minél nagyobb, több témában kutat. Tehát egyszerűen ugye én azt is szoktam mondani, hogy számunkra, hát mondjuk a nemzetegyesítés nem csak ilyen lelki szempontból fontos, hanem olyan szempontból is, hogy ugye egy nagy területen, teszem azt a Kárpát-medencében, ha kutatunk, és minél több témában feldolgozzuk a Kárpát-medencét, vagy nem is, hogy feldolgozzuk, hanem megismerjük a Kárpát-medencét, ezzel szakmailag nagyon fejlődünk. Csak példának mondom, hogy ugye mi nagyon sokat tanultunk a moldvai magyarokról, a professzorom is ugye járt Moldvában, kutatott tanulmányokat írt a moldvai magyarok eredetéről, és ugye 5 évig, 1943-tól 48-ig a Kolozsvári Egyetem néprajz professzora volt, tehát közel is volt a moldvai és a gyímesi csángókhoz. De mégis az volt, hogy én tanítottam a néprajzot 16 évig a Kodolányi Főiskolán, és ugye beszéltem a magyar nagy tájakról is, Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély, és külön a Moldváról. Na most addig, amíg 1994-ben nem jutottam el a moldvai magyarok közé, egy kéthetes kutatóútra, addig egész máshogyan, sokkal vérszegényebben és sokkal összefüggéstelenebbül tudtam róluk beszélni az előadásomon. Amikor kijutottam, minden összeállt előttem. Én az, hogy élményszerűbben, az természetesen, mert számtalan fotót csináltunk, gyűjtöttünk, magnófelvételeket csináltunk, mondva a magyarok között. De valahogy úgy összeállt mindaz, amit a proftól tanultam róluk, amit olvastam a proftól róluk, vagy amit olvastam Kallóstól róluk, vagy Kóskárról, és így tovább. Szóval ott kell lenni, meg kell ismerni minél nagyobb területet, és ugye szakmailag annál ütőképesebb lesz valaki. Nagyon fontos, amit mondtál, hiszen ha belegondolunk, ugye Gonda és Kóskároly életútját követve, ugyanezt ugyanígy jártak el. És ha belegondolunk, hogy
Például 1973-ban született az álmai udvarokról szóló tanulmány, és csak nem 40 esztendővel később, ugye ugyanebben a könyvben a vége, 2011-ben a fehérvári bicskáról, és közben eltelt 40 év. Igen. Érdekes a kettőt összehasonlítani, viszont az egészen bizonyos, hogy nem tett haszontalanul, hiszen ahogy mondtad, hogy teljesen más látásmóddal közelítettél meg kutatási témákat. Igen, még azt szerettem volna mondani ezen túl, hogy kell a nagy terület, nagy területnek a bejárása, megismerése. Azon kívül itt még nálunk a szakmai sokszínűségnek egy másik hát elindítója az volt, hogy itt a Fehérvári Múzeumnál mi mindig csak ketten voltunk néprajzosok. Tehát kettőnkre hárult az egész magyar népi kultúrának a kutatása, bemutatása. Én is tartottam még népi táncokról is előadást. Szóval magyarul, amikor két ember van egy megyében, akkor az összes feladat tud ennek a kettőnek kell elvégezni. Sőt, voltak időszakok, amikor csak egyedül voltam, és akkor hát mindent nekem kellett csinálni, és hát hogyha felmerült egy feladat legyen, akár az egy kiállítás, egy előadás, vagy egy cikkírás valami témában, vagy ha fölmerült valami dolog, előkerült egy tárgy, egy céhes irat, előkerült egy olyan adat közül, aki valami nagyon jót tudott. Ha addig nem is foglalkoztam azzal a témával, de kikérdeztem, leírtam, magnóra vettem. Tehát ez, hogy csak ketten voltunk, és nem sokan, mint mondjuk volt olyan a Miskolci Múzeumnál volt időszak, amikor 8 néprajzos volt, vagy az Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjánál van 30 kolléga. Ott ugye megoszlik a kutatási témák sora, és megoszlik a kutatási lehetőség is. Itt, ha valami fölbukkan, itt ezt kettőnknek kellett ugye megoldani. Ebből aztán adódott, hogy a közös udvaroktól a Fehérvári bicskáig vezetett témáknak a sora. Na most ugye természetesen, mivel mi itt voltunk, így igyekeztünk ugye helyi dolgokat feltárni, és ugye bemutatni, és megőrizni, és amikor már például a Fehérvári bicskával két dolog miatt foglalkoztam, egyrészt ugye amikor elkezdték a hungarikumokat, és az helyi értékeket kutatni, hogy a helyi értéktár ma valami módon kerüljön bele például a fehérvári bicska is. Ez az egyik, a másik, mint helyi érték, ez nagyon jelentős volt. 18-19. Századi kultúrtörténeti munkákban, lexikonokban mindig emlegetik. Fehérvárról az ártézi kutakat említik, hogy megnézik az ártézi kutakat, és hogy fehérvári bicskát vesznek, esetleg többet is ajándékba az utazók. És a lényeg az, hogy a másik, hogy ide került ugye a Tűzzel-Vassal fesztivál, a késesek és a fegyverkészítőknek, a fegyverkovácsoknak a fesztivál. És úgy gondoltam, hogy ha már itt van Fehérváron, hát legalább mutassunk föl valamit, hogy nem véletlenül van itt. Itt ennek van egy 250 éves hagyománya. Igen, ami a miénk. Igen, igen. És ez hát ezt sikerült is ugye megoldani. De itt is ugye lényegében hát az utolsó késeseket kérdezte ki Pesovár kollégám is, én is, még igyekeztem, hogy például Freiburgban is voltam egy késesnél, meg Endingenben, a Kaiserstuhl hegységben, a Badeni nagyhercegségben. Egy 1700-as években alakult késes műhelyben volt, ami azóta működik. Mert ugye ez egy nemzetközi dolog, a késkészítés, meg a kovácsmesterség is. És az ember szinte utolsó pillanatban gyűjtötte össze az adatokat, és el kellett mennem még a mai késesekhez is, hogy megértsem azokat a dolgokat, például azokat a késeket, azokat a kés alkatrészeket, amik itt a Fehérvári Múzeumban megvannak, már megvannak a korábbi gyűjteményben. Tehát ez egy ha valami adódott, akkor ezt mindig feldolgoztuk, és mi hozzá akartunk járulni. Hát meg ugye mi is azért nagyon szeretjük Fehérvárt, szeretjük Fehér megyét, és azt akartuk fölmutatni, hogy a mi megyénk is gazdag, a mi városunk is gazdag a népi kultúra területén. Hát ezt most már sikerült is hála bizonyítani. Hála Istennek, hála a munkát. Egy kicsit nem csak az én, hanem mindenki. Igen. Tehát aki működik, itt nem csak a múzeumi kutatások vannak, itt van a táncháznak a munkája, itt van a Fehér megyei, illetve a Székesfehérvár kézművesek társaságának a munka is, a tárgyalkotó népművészeknek a munka is itt van. Tehát itt minden területen, hála Istennek, fölmutatok a népi kultúrának a virágzását, ami egy 100 000-es ipari városban, ugye, ez egy csoda, hogy ez így van. Igen. Az, hogy mint tudom én, hogy Európa díja népművészetért kapott az Alba Régia Népi Együttes, hogy a Pulutyka, ugye második díjat kapott a TV
vetélkedőn, ugye felszállott a páván, ez egy óriási dolgok. Igen, mindennel össze. Igen. Most egy kicsit menjünk el Palermóba, Szicíliába, és Giuseppe Pitrét. Hiszen az a díj, amit átvehettél, az azt hiszem a pályafutásodban, a szakmai pályafutásodban is különleges. Először is azért, mert hogy ez egy rangos elismerés, másrészt pedig maga a professzorod is megkapta, Gunda Béla. Hát sőt, ugye a prof az ugye nem a könyvdíjat kapta meg, hanem a Pitré nagy aranyérmét, mert ugye több fokozata van a Pitré díjnak, hogy a Pitré egy szicíliai orvos volt, aki hát addig járogatott a szicíliai falvakba és tanyákra gyógyítani a parasztokat, a név, az olasz egyszerű népet, hogy a végén néprajzos lett belőle. Ugye megismerte a népet a gyógyítás folyamán, és a végén ő is már ugye néprajzprofesszor lett, és a Palermói Nemzeti Múzeumnak az igazgatója is lett. Eredetileg orvos volt. Így aztán Pitré díjat kiadnak, ugye maga Palermo város, a Szicília tartomány, a Olasz Kulturális Minisztérium és az Európai Unió adja ki a Pitré díjat. Van egy orvosi tagozat, amit orvosoknak adnak ki. Van egy, a legnagyobb, az a Pitré aranyérem, amit a munkás, összmunkásságra adnak ki. Az egy aranyérem, és van a könyvdíj, amit én kaptam, az annak az évnek a világ legjobbnak tartott néprajzi könyvére adják ki. És ugye hát itt, hála Istennek, ez amerikai könyvek is, német könyvek is szerepeltek 2010-ben a pályázók között. Azon túl pedig van egy a zsűri külön díja is a könyvdíjnál, de az amerikaiak és a németekkel szemben abban az évben csak mi ketten kaptunk könyvdíjat, két magyar, ugye én kaptam meg a Pitré díjat, a könyvdíjat, és egy pesti kollégám a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetéből, ugye ő kapta meg a zsűri külön díját, a Bartók gyűjtötte 150 katonadalról írt egy könyvet, amit magyarul és németül is kiadott, ugye akkor már kezd készülni az első világháborúra, és első világháború, már nem magára háborúra, hanem a 100 éves évfordulójára, és ő ugye össze kiadott 100 első világháborús katonadalt, amit még Bartók gyűjtött, de kiadatlan volt. És mi ketten elhoztuk a Pitré könyvdíjat, ami nagy dolog volt 2010-ben. Laci bácsi, helyén van ma a néprajzkutatás, kérdezem, mit végezetül Magyarországon ma? Igen, hát azt hiszem, hogy vagy nagyon... Vegyük a Kárpát-medencei vonulatot inkább. Hát azt hiszem, hogy leginkább Magyarországon van rendben, ugyanis hát itt nekünk a fő feladatunk az a magyar népi kultúra feltárása, dokumentálása és bemutatása. Ha ezt mi nem végezzük el, akkor ezt más nem fogja elvégezni helyettünk. Tehát ez a fő feladat. Hát hála Istennek a magyar néprajznak volt még ereje, hogy a magyar néprajzon kívül, itt a Kárpát-medencében élő népek kultúrájának a föltárásában is részt vett. És azt mondhatjuk, hogy sajnos világszerte, így az Egyesült Államokban is, Németországban is, ugye felléptek olyan balliberális irányzatok, amik a néprajzot igyekeztek egy ilyen liberális szociológia irányába eltolni, és kiemelni ebből a kultúrtörténeti alapokon nyugvó nemzeti tudományoknak a köréből. Magyarországon ezt sikerült kivédeni, és nálunk megvan ma is a művelődés történeti alapokon nyugvó nemzeti néprajztudomány. Ebben nagyon nagy szerepe volt ugye Csóri Sándornak, aki meghirdette a néprajzi forradalmat. Nagyon nagy szerepe van Kallósnak is, aki ugye népszerűsítette ezt az anyagot. Nagyon nagy szerepe van a néptánc és a népművészeti mozgalomnak is, a tárgyalkotó népművészeti mozgalomnak is, a táncház mozgalomnak is. Ez azt hiszem, hogy itt az egész Európában talán nálunk sikerült legjobban. És ugye azt mondhatjuk, hogy a magyar néprajzot azt nagyon elismerték már a 20. század utolsó harmadában, együtt emlegették a nagy német és a skandináviai néprajzzal, néprajztudománnyal, és hát ez azt hiszem, hogy a 21. században is megmaradt ez a pozíciónk, és mondom, ami lényeges, ugye megmaradt ez a nemzeti néprajztudomány, az összes vállalkozásunk, tehát az ötkötetes néprajzi lexikon,
a 9 kötetes magyar néprajz kézikönyv, a 9 mappában rendezett magyar néprajzi atlasz, ez mind nemzeti alapon áll, és az egész magyar nemzet anyagát feldolgozza, tehát Felsőrtől Moldváig, vagy az Oborvidéktől a Szerémségig, ahol magyarok élnek, mindenhol ezt összegyűjtötte a magyar néprajz uram, és feldolgozta ebbe a három nagy munkájában. Tehát azt mondom, hogy hiszem, hogy nem állunk rosszul, és ami ugye örvendetes, hogy itt Fehérváron és Fehér megyében sem állunk ez ügyben rosszul. Hát ugye, ha csak a említett könyveket nézzük, az is ugye nagyon jelentős dolog, hogy még ezt a gyűjtött anyagot itt sikerült is kiadni számtalan könyvben. És hát most is készül ugye Gelencsér Józsefnek a jogi néprajzi könyve, a sárkeresztes népi jogéletéről, szintén készül ugye Nagy Veronikának a Moai Tikverőről írt doktori értekezés, ez is könyvformájában a megjelentetése. Tehát van még előttünk sok feladat, de eredmény is van, hála Istennek. Én nagyon-nagyon hát, örömmel mondom azt, hogy a néprajzi területen nálunk Magyarországon, hogy nagyjából minden jó sinem van, jó kezekben van, a szabad így mondani. Naci bácsi, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, jó erőt és egészséget kívánok, hiszen van terved és munkád bőven, függetlenül, hogy jó úton jár a néprajzkutatás, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem dr. Lukács László néprajzkutató volt, aki a Magyar Érdemlen Tiszti Keresztje kitüntetést vehette át a március 15-i nemzeti ünnepünkön. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!